Sziasztok, Barbi vagyok. Ebben a videóban egy könyvajánlót hoztam nektek, ismét elolvastam 5 könyvet. Biztosan némelyikkel már találkoztatok is a Libri polcain. Most 3 van a kezemben. Ezek egy kicsit egy kapta fára kinéző csomagolások, ami még szerintem nem annyira jó ötlet, de ez már más kérdés. Gondoltam, hogy sorrendben megyek, hogy olvastam őket, hogy melyik mennyire tetszett, mit adott. Az első, aminek a borítója az utolsó könyvben van, amit olvastam. Itt alul van. A második életed akkor kezdődik, amikor rájössz, hogy csak egy életed van. Raffaele írta, Raffaele Giordano. Nagyon érdekes könyv. Igazából mindegy egy kicsit ilyen pszichológiai, ilyen önsegítő könyv, úgyhogy nem tudsz változtatni az életeden, vannak benne különböző technikák. Nagyon tetszett, nagyon érdekes könyv volt. Ugye ez volt az első, ami kijött, és annyit lehet még tudni a szerzőről, hogy egy író, festőművész, kreatív coach. És az a könyv, az nekem nagyon tetszett, már a címe is. Egy idősebb könyvről szól, relatíve középkorú, van egy gyereke, férje, és hogy hogyan változtat az életén, milyen apró lépésekkel, kivel, hogy találkozik. Ez olyan érdekes könyv, nem akarok elmondani benne poénokat. Nekem tetszett. Tehát egy ilyen kis önsegítős könyv, de az a regényként is elolvasható, ha valaki esetleg úgy szívesebben olvas egy ilyen könyvet. A következő az a Ne várd meg, míg elvonul a vihar, tanulj meg táncolni az esőben. A címe is tök szuper szerintem, szóval más nem vár, a címük tök sokat tudnak segíteni, hogy az embernek jó kedve legyen. Attól sokat vártam, de mivel kevés idő telt el a két könyv között, nekem hasonlított, szóval picit ez az egy kapta fára menő dolog volt, bár azt nem a Rafaela írta, hanem egy kolléga nője, Veronique Macieják. Nem tudom, hogy kell kimondani a nevét. Egyébként az a könyv is jó, csak mondom, mivel én kettőt egymáshoz közel olvastam, így picit kevésbé éreztem el. De nagyon érdekes, egy lányról szól, aki egy rádiónál dolgozik, és nem becsülik igazán meg, és hogy hogyan talál rá önmagára, mit csináljon. Szóval érdekes. Egyébként az összes könyv külön-külön is teljesen jó helytálló, szóval nem muszáj mindegy sorba elolvasni. Én engem érdekeltek, ezért olvastam el mindet, meg amelyik nyilván tetszik majd, abba belenéztek, hogy elolvassátok, vagy akár persze mindegyiket. Aztán a harmadik könyv az a Chiara Gamberel, Nincs második életed, csak ez az egy van, használd ki minden percét. A hölgy, aki ezt a könyvet írta, Olaszországban él, és szerintem, ez nem volt leírva, vagy legalábbis számomra nem volt egyértelmű, de szerintem ilyen kicsit a naplójára hasonlít, miután a férjével elválnak, és hát ugye nincs lelkileg a helyzet magaslatán, elkezd pszichológushoz járni, és a pszichológus azt ajánlja neki, hogy mi lenne, ha naponta 10 percet valami olyasmivel töltene, amit eddig még nem csinált. És hogy ez milyen változásokat, újdonságokat hoz az életében, az ugye ebből a könyvből kiderül. De nekem mondom, hogy amúgy, ha a hölgynek a naplója lenne igazából megírva, viszont érdekes, tanulságos, annyiban mindenképp, hogy érdemes kipróbálni a technikát, hiszen ugye ez nem kerül különösebben nagy pénzbe, hogy minden nap csinálj valamit, mondjuk akár csak egy hónapig, 10 percig csinálj valami olyat, minden nap, amit ezelőtt nem csináltál. És nézd meg, hogy milyen lesz az életed. Most itt nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, mondok pár példát a könyvből. Az első például, amikor elmegy a körmöshöz, és a körmét fuchsia színűre festi be. Hogy magától ugye nem választaná ezt a színt, és mit tudom én, egy hétig fuchsia színű a körme. Hát is van, fuchsia színű körme. Aztán elmegy az edzőterembe egy másik nap, mondjuk ő nem járt eddig edzeni. Megtanul palacsintát sütni. Szóval ilyenek, tehát nem kell ilyen brutálisan nagy dolgokra gondolni, de a lényeg az, hogy olyat csinálja, amit még nem csinálta, hát komfortzóna tágítás. Úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon érdekes, meg szerintem inspiráló könyv. Ezt követte a Változtasd meg az életed, a határ a csillagos ég, és még tovább. Ezt a könyvet Marie-Lise, hát valami Trécourt írta. A könyv
egy családanyáról szól, aki... Hát igen, szóval van egy férje, aki nem figyel rá, nem foglalkozik vele, van egy nagyfia, és egy csomó problémája a hölgynek. És hát ez kicsit már ilyen meseszerűbb, mint az előzőek szerintem, mert azt írja, hogy... Pillanat, csak hogy melyik az a rész, amit ebből úgy... Akaratlanul feliratkozik egy programra, amely valóra váltja az álmokat. És akkor azokat a dolgokat, amiket szeretne, megkapja. És ebben meg az a csavar, hogy ugye mit tud kezdeni azzal, amikor hirtelen egy varázsütésre változik az élete. Szóval mindenki ugye ezt szeretné, ő meg is kapja, és hogy akkor mennyire jó ez így vagy nem. És hogy hogyan hat ezzel mások életére. Szóval nagyon érdekes ez a könyv is, elgondolkodtató. Alapvetően nekem az is tetszett. Aztán arra kíváncsi lennék, hogyha még elolvassátok, hogy mi a véleményetek róla, főleg így a végéről, arról most nem akarok így mesélni. Én nekem ott még... Szóval én lehet, hogy másmilyen befejezést írtam volna hozzá, de amúgy egyébként nagyon jó könyv, szóval nem szeretném lehúzni, vagy ilyesmi. És akkor végül az ötödik könyv, amit olvastam, amit szintén ugye Raffaele Giordano írt, mint a legelső, szóval ez kicsit az egy ilyen keretes történet. Most alapvetően fog kijönni hamarosan egy újabb könyve, ami azt hiszem novemberben jelenik meg, úgyhogy még picit válik erre. De a lényeg, hogy ez a könyv az a nap, amikor az oroszlánok salátát fognak enni. Hát, igen. Képzeljük azt az oroszlánt, ami a salátát ezik. A könyv arról szól, van benne egy hölgy, a főszereplő, Román, aki csoportterápiákat csinál, hogy megváltoztassa az embereknek a mentalitásukat, az erősebb kutyákat felidíti meg. És végigmegy az egész csoportterápián a könyv, illetve az, hogy hogyan változnak meg a csoporttagok. Nagyon érdekes, ezt főleg olyanoknak ajánlom, akik picit így az erősebb kutya szindrómában szenvednek, tehát akik így kevésbé hajlamosak meghallgatni másokat, másokra figyelni, mindig a saját szempontjaikat akarják érvényesíteni. Olyan miért olvastam én is, ugye? És szerintem hasznos meg elgondolkodtató, nekem nagyon tetszett, és várom a szerző következő könyvét is. Alapvetően nem bántam meg egyiket, hogy elolvastam, mindegyik adott az életemben, szerintem jók, hogyha van kedvetek, időtök, akkor bármelyiket ajánlom jó szívvel, hogy elolvassassátok, mert tényleg érdemes. És alapvetően nem is túl hosszúak, 200-300 oldal általában, és szerintem ez viszonylag hamar egy-két hét alatt, ha lassabban is olvasod, ember akkor is elolvassa, ha gyorsabban, akkor akár egy pár nap alatt. Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek új infókat adni. Legyen szép napotok, hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, ha esetleg még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett a videó, kérlek lájkoljátok, írjátok meg kommentben, hogy milyen videókat szeretnétek látni, milyen könyveket olvastatok, ami nektek tetszett, bevált, mert úgy jött, hogy jó volt olvasni, vagy szóval a története tetszett, és hamarosan találkozunk, legyen szép napotok, sziasztok!